A videót támogatta. Ja, tényleg ezt akartam, ezt a poént el akartam sütni, most jó, hogy eszembe juttattam. Görénykedés. Hogy te nem trollkozz, hanem te görénykedsz. És ezt a videóban is el fogom mondani. Most írod meg a szizét, a poénakat a videótól? Nem szoktam előre megírni, nincs rá szükségem, úgy jönnek magától. De ezt ne felejtsem el, te kis görény. Sziasztok, 40 ezer feliratkozó, huhú! Yay! Lelkesebben. Yay! Nem látod, milyen lelkes vagyok? Itt ugrálok. És pont a fejemen természetesen. Igen. Hát, fantasztikus. 40 ezer feliratkozó, illetve támadó, hihetetlen, hogy egyre több embert érdekel az, amit csinálok. Szerintem Andi még kevésbé hiszel, mint én. Én elhiszem. Én hiszek benned. Oh. Szerintem még meg lesz a 40.500 is. Már 41 ezer van itt. De hogy... Bakker, most elárultam, hogy milyen későn vesszük fel ezt a felvételt. Szóval itt vagyunk Dogi Andival, megcsináltam a Villager Defendernek a felújított, felturbozott változatát, de már erről írogattam Facebookon, úgyhogy elvileg a legtöbb embernek ez nem meglepetés. És hát úgy gondoltam, hogy Dogi Andit hívom meg, hiszen az első résznél is ő volt a sztár vendég, 8000-nél, ugye 8000? Igen. És annyira élvezte a játékot, hogy úgy gondoltam, hogy muszáj őt hívni. Sőt, igazából én faggattalak mindig, hogy mikor készülök, folytatás, a következő rész, a frissebb verzió. Hát ne tudjátok meg, hogy hány rajongói e-mailt írt nekem Andi, hogy mikor lesz már kész, mikor tesztelheti. Tudod, hány e-mail címet csináltam, hogy elhitt, hogy ennyien kíváncsiak erre a játékra? Na, az kiderül, hogy a 40-nek a fele az te vagy, te iratkoztál fel annyiszor. Igen. Csak hogy... Direkt megvártad, hogy 5-ször több legyen, elkészítetted, és meghívtál újra. Ja, mondtam, hogy majd 40-nél azt úgyse érem el. Erre megcsinálta, nézd meg. Gyönyörű asszisztens nő mutatja a kezében, hogy hogyan néz ki a fegyver. Ez az ütő, ezzel kell majd a creepereket elütni. A játékmenet ugye... Ez nem ütő. Micsoda? Ez nem ütő. Hanem sütő. Igen, ez varázssütő. Igen, és az a nem, hogy varázsütő. De hát Andi ebben is sütőt lát. Nem is értem miért, biztos nincs köze ahhoz, hogy lány. Most iratkozik le rólad egy csomó lány, csak szólag. Miért mozog a kezembe a sütő? Ja, hogyha föllenézel, akkor mozog, arra gondoltam. Igen. Azért, mert állítja az erősséget. Minél magasabbra nézel, annál erősebb ütőt rak a kezedbe, tehát cserélgeti a tárgyat. Ó. Oh. Ugye nulla karika van, akkor az kettes visszalökés, ha meg maxon, meg mindjárt, akkor meg egy hatosat. A kezedben, és folyamatosan cserégette a tárgyat, azért mozog. Nagyon, nagyon minimalista voltam, ugyanezzel az ütővel lehet megnyitni a menüt, egyszerűen csak ki kell dobni, puty. És akkor először pályát kell választani, csak utána lehet elindítani. Na, dicsekedek egy kicsit, hogyha így próbáld elindítani, akkor ott a piros üzenet, látod milyen jó felhasználó barát. És melyik pályát fogjuk először kipróbálni? A következőt. Látom, nagyon le vagy nyűgözve. Igen, nagyon szép. Még nem végleges ez a pálya, még azt tervezem, hogy nem csak most ugye három van hozzá, nem csak három aréna lesz, hanem több, meg elvileg díszesebb is lesz. Na, akkor elindítom közben. Jó. Ott egy gyönyörű hercegnő. Őt kell megvédeni a gonosz zombiktól. És ez a játék mert ugyanaz, csak mi idézzük meg a creepereket, ahol használjuk ezt az ütőt, ott megjelenik a creeper. Pontosabban mindig előttünk van. Gondolkodtam rajta, hogy megcsináljam azt, hogy oda rakja le, ahol nézünk, de... Hát az egyrészt macera, mondjuk az a kisebbik, hanem szerintem úgy túl könnyű lenne. Tudod, igen. Beállsz egy pontba, és akkor folyamatosan nyomogatod. Elég szemét dolog, hogy egyből, ahogy megjelennek, megölöd őket. Esélyt sem adsz nekik. Hát egy idő után aztán hiába, de olyan erősek vannak. Mennyit akarunk most elérni? Igen, meg ezt is akartam, hogy... Hát nem tudom, hogy most arra menjünk, hogy mennyi időt éljünk túl, vagy hány zombit öljünk meg. Egyszer már játszottunk ezen. Ott 20 volt a cél, de ezen szerintem könnyen elérjük a 20-at, ez egy könnyebb, még hosszú az út. A többi aréna egy kicsit nehezebb. Szerintem kezdjük 20-szal. Jó, oké. És akkor egyre erősebbek a zombik, ugye? Aha.
úgy van, hogy az első szintűnek van 1 HP-ja, aztán a következőnek 5, aztán 10, 15 és így tovább 5-ösével. És egyedet divatosabban is öltözködnek? Igen. Így figyeltem a kort is, tudod, hogy 10. század, 12. század, 13. század, és visszafelé megy, érted? Ne! De pont 20! Hiszem, pont 20! Mert ugye volt olyan, hogy teljesen felrobbantottuk a zombit a hercegnőhöz. Amikor itt teszteltem, akkor nem egyszer volt, hogy felrepült ezen a pályán, tehát hogy itt, ahol egyébként elég magasan van a királynő. Hát most is felrepült, csak már a 20 cafat. Szegény hercegnő, nem hiszem, hogy örülnék egyébként. Most képzeld, a kicsit reálisabb lenne a játék, akkor tele lenni ott szorva cafatokkal, meg vérrel. És akkor így köpködni a szájából a húsdarabokat, meg a csontokat így törölgetni a hajába, és mondani, ó, nagyon köszönöm, te vagy a hősöm. Gondolkodtam olyan egyébként, hogy ilyen extra nehéz szint, hogy nem érhet le a creeper, még a levegőben kell robbannia. Hány szintenként jönnek új zombik? Nem, hány zombinként jönnek új zombik? 5. Akkor pont lekéstük a 5-ös szintű zombikat. Majd csak ezért el akarom érni a 21-et. Hát, ja. Hogy láthassam. Nem, majd ha 21 pontunk lesz, egy 21 megölt zombi lesz, akkor fognak jönni a 5-ös szintűek. Nem, már! Megint csak 20. És megint 20. Szegény hercegnőnek egyébként kicsit rövid a keze. Nem tud vele mosogatni, mi? Hát nem tudna mit kezdeni a varázshűtővel se. Szegény. Te tudsz valamit egyébként a kezébe rakni? Hát tudod, ez egy falusi, tehát ott a két kezek közötti rész annyi, hogy ott most átlátszó rész van, azért nincs ott semmi, de persze le lehetne cserélni. Figyelj, akkor csinálhatsz egy varuszként. Fogja a kenyeret, és őt kell megvédeni. Ó, tényleg, Sancho, mitől fél? Attól, hogy kiszárad a kenyér, nem? Ó, fölökted oda! Nem, mit csinál? Áruló! Vagy lehetne ott dogiani? Igen, és? És? De nem ki tudom. Akarna egyébként is engem megmenteni, tehát... Na, ja. Azért... Ez igaz, igazad van. Pedig mondanám, hogy a sintérektől kéne megvédeni. Milyen kedves! Vagy a répák küldöznének. A répák küldöznének. De tényleg óriás répák lennének. Jaj. Ne adj ötleteket, mert megcsinálom. Azóta is üldöznek az óriás répák. A 8000-es videó azóta. De ezért tök jó, kiszúrsz valami kaját, amit szeretsz, és akkor hoznak neked. De nem szeretem a répát. De nem, de egyébként most komolyan, egyébként megeszed a répát, nem, tehát nincsen vele bajod. Nyersen, egyedül. Komolyan. De főve tökre. Nem szeretem, ne. Ó, de rossz. Melyik zöldséget szereted sülve főve? Nem nagyon van. Jaj, ne. Ne! Ha, még sem... Inkább arra koncentráljuk, hogy azt mondta, ne! Ó. Inkább valami finom gyümölcsöt keressünk. Egy gyümölcsöket szereted. Inkább. Banán. Nem. Azt hasonlít azt a répára. Szeretem. És a kígyóborkát sem, bár az még mindig zöldség, de hát még szeretem. Mielőtt ilyen remek ötleteik támadnának. Nem. Gyere már elő. Az ott megunta. Nem. Úgy látszik buta a hercegnő, nem kell az agya nekik. Pedig nem is szőke, hanem kék haja van. Most a szőke hogyan fognak leiratkozni? Igen. Elintézed, az a szőke lányokat most már teljesen elveszítetted. Visszacsökken 8000 és újra felvetjük a Leisure Defendert. És egyébként most, hogy így ünnepélyesen, tehát hogy 5-ször több feliratkozott van és így hívtál meg, akkor 200 000-nél is lesz egy következő rész? Simán. Főleg, hogyha megint annyit fog zaklatni, mint ennél a résznél. Jó. Akkor még csinálok legalább 1000 Google fiókat és majd írok neked. Ne! Ne! Ezt nem hiszem el! Ó, 21, a következő zombi már olyan lesz. Most már csak 5 másodpercig kell kibírnunk. Ott van, ott a szintű, jó, de durva. Piros ruc is. Bizony. 6-os szintű rózsaszín lesz? Sőt! Hercegnő. Jó, hát legalább megmutattuk, hogy milyen az 5-ös szintű. A többinél nem biztos, hogy sikerülni fog.
Na, ez egy gyönyörű alkotás, ez olyan, hogy két helyen jönnek zombik, és két hercegnő is van. Élvezd. Ezt hamar kinyírod a sajátodat. Hát... Na. Nem akarom, hogy összevesszenek rajtad. Jó, ez jó dolog. Hát figyelj, nekem nincs olyan nagy motiváció itt. Eddig is neked segítettem. És azt hiszem, azzal többet segítek, hogyha nem két nő marakodik rajtad, csak egy. Szerintem te arra mész, hogy mindkét hercegnő meghajon, hogy csak te maradjál. Nem. Hát ezt eddig határozottan rávágtad. De ha szerzel oda egy herceget, akkor nagyon szívesen megvédem. Több falusi skin van, tehát csak egy másik foglalkozást kell lecserélni. Jó. Jó. Legyen nőbarát ez a játék. Jaj, ne! Hallod a te barátnőt. Hát. Ezen nem hogy az ötös, még a hármas szintű zombikat se látjuk. Ja, hogy az első részben azért tetszett, mert egy ilyen jóképű falusi volt. Igen, igen. Nagyobb volt a motiváció. Nem tudtam, hogy bejönnek neked a farmer falusiak. Ó, 16-ig eljutottunk. Hát te nem is vagy olyan béna, mint ahogy tűnik. Te meg nem is vagy olyan kedves, mint annyira tűnik. Jó, hát akkor itt 16 volt a rekord. Szerintem próbáljuk meg az utolsót, ezt pedig el kell menjük félnek. Hát igen, itt ugye egy hercegnő meg egy bejárat van, csak nagyon rövid az útvonal, azért lesz nehéz. Vagy illetve ezt tudod, de mindegy, ezt a nézőknek mondtam. Látom, a dizájn az még mindig ugyanaz. Istenem, és fikázza a dizájnt. De ha a herceget megcsinálod... Akkor mi lesz, ha megcsinálom a herceget? Akkor jó lesz ez a pálya. Egyébként igen, meg lehet azt csinálni, hogy mivel több zombi van, meg több falusi van, azoknak a textúráit lecserélgetni. És akkor több feelingű, több hangulatú, több fajta hangulatú pályát, na, csak sikerült. Több fajta hangulatú pályát megcsinálni. De ha én ezt megcsinálom, te akkor építesz is pályát hozzá. Jó. Jaj. Építek egy plázát, ahol a csajok kergetnek egy fiút. 13 elsőre, az jónak számít? Profik vagyunk. Vagy legalábbis én. Aha, igen. Ja, hogy a hercegnőt is föl lehet robbantani? Persze. Megmutassam? Ne, majd, amikor nagyon rosszul állunk. Csak ne a zombik öljék meg. Inkább mi öljük meg. Másik utat nagyon nem akarják használni. Hát igen, egy mesterséges intelligencia van, úgyhogy mindegyik azt választja ki. 17. Ezt így? Jaj, de szar! Jó. Nézzek, ha nincs pontottuk. Ezt így, öcsém. Ez nagyon jó. Tök reflexző, mert hát Eszti az a lány, akivel szoktam játszani. Más lányokkal nem nagyon. És akkor tök reflexbe jött, hogy ezt így megcsináljuk. És hát nem, 17, de azért nem olyan rossz az a 17. Viszont nekem úgy tűnik az eddig átlagból, hogy nagyjából ugyanolyan nehéz a pálya. Csak itt nem azért, mert több zombi van, hanem mert rövid az útvonal. Na hát ezt még felturbozhatnád 3 hercegnővel. Vagy egy herceggel. Na? Ó, Istenem, lesz herceg, nem kell hajtogatni. Jó, oké. Megnyugodtam. És ilyen Csabinyó skinje lesz. De egyébként, ha megcsod Csabinyót, akkor ilyen henteseket rakjál be. Igen, az lesz. Csabinyónak hentesek, neked sintérek. Szép. Hát, ha lenne csabusás, az oroszlán nem fél semmitől, az a baj, akkor semmik jönnének. Nem tudom, a macskák félnek a kígyóborkától. Tényleg, hallod? A nagy macskák! Hallod? Láttam videókat, így a macska eszik, és direkt szivatás, hogy a mögé rakják, és így lassan megfordul a macska, meglátja az uborkát, és akkor átugrik, és van egy rakás, de miért? Miért félnek a macskák az uborkától? Miért félünk az uborkától? Igazából a creeper már majdnem hasonlít is rá. Igen, tényleg, mint a uborka. Fúj, menj innen! Fúj! Nem.
14. Azt hiszem, eddig 14 volt itt a legnagyobb, nem? Aha. Igazából nekem mindegy, hogy melyik pályán játszunk. Mindegy. Mindegyik ugyanolyan csúnya. Jaj, édes Istenem! Jó, nyugodtan csinálj pályát egyébként, tehát hogy lehet más blokkokat használni. Én azért használtam ezt, hogy ugyanolyan legyen a hangulat, hogy egységes legyen. Ez volt a 40 000-es különkiadás, köszönöm Andinak, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon sokáig gondolkoztam egyébként rajta, Pedig de valójában neked megtiszteltetés. igen, óriási megtiszteltetés, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Szívesen, legközelebb 200 000-nél találkozunk. De akkor legyen herceg. Ebben is lesz herceg, már megbeszéltük. Jó, de ott alapopció legyen a herceg. Ja, igen, ott csak hercegek lesznek, mindenféle kék, meg rózsaszín, meg nagyon szép hajakkal. Ilyen volt a Villager Defender, szerinted milyen volt Andi? Értékeljem? Aha, mondjál valami értékelés, mint a 10 per 8-ben nincs rajta herceg. Ó, Istenem, nem igaz, hogy rá vagy kattam a hercegekre. Mostantól hercegrépákat fogsz kapni. Nem, megbeszéltük, hogy most már barackis vagy körtel, mert azt szeretem. Jó, oké, majd vigyetek Andinak barackokat, meg körtéket. Az a baj, ez csak ősszel van, nem? Fogalmam sincs, nem értek Valami a olyan lovakhoz. gyümölcskéne, ami mindig van. Az almát azt nem merem mondani. Elropogtatnál egy frizzamatos almát. Nem. Viszont csabusának hozhatok ki gyóborkát. Ja igen, nekem az olyan nagy, meg olyan... De meg nem a baj. kovászos uborkát. Kovászos uborkát. Jaj. Ez a baj, hogy van, aki tényleg megcsinálja. Nem szabad ilyeneket mondani az interneten. Szóval ilyen volt a The Villager Defender 2. Andi szerint csak 8. Nem biztos, hogy ott lesz a következő külön kiadásban. Hát a pálya az hamarosan elérhető lesz, ugye elég erős igények vannak rá még a továbbfejlesztésre, itt főleg herceg vonalon. Igen. De azok is meg lesznek, és egyébként az a tervem, hogy majd ti nézők fogtok még ilyen arénákat beküldeni, természetesen kizárólag Andi után, és azokat majd szépen összerakom, és úgy egyben majd lesz, vagy nem tudom, útközben fogom fejleszgetni, ez majd kialakul, de szerintem menci lenne. Úgyhogy köszönöm a sok támadást, Andinak meg a részvételt, meg a fikázást, a kézikönyv óvjon. Sziasztok!